Köszöntök mindenkit, sziasztok! Az éjszaka során megérkezik a már sokat emlegetett hidegfront, mely mögött jelentősen visszaesik a hőmérséklet. De mivel ez a front behullámzik majd térségünkben, emiatt a csapadékot illetően még mindig jelentős a bizonytalanság. A jövő héten kezdődhet majd enyhülés időjárásunkban. A hidegfront pedig jól kivehető a hőmérséklet előrejelzési térképen, ahogyan eléri a Kárpát-medencét, majd aztán itt a térségünkben behullámzik, egy hosszan elnyúló hullámzó frontrendszer jön majd létre. A hideg levegő lejutván a Földközi-tenger nyugati medencéje fölé, az ottani enyhébb, nedves levegővel keveredve egy mediterrán ciklont is létrehoz. Az esti órákban kevés helyen a délalföldi területeken még előfordulhatnak záporok, majd aztán az éjszaka második felében északi irányból megérkezik a hidegfront felhő és csapadék zónája, így egyre több felé elered majd az eső. Fagymentes, illetve enyhe lesz majd a hajnal, általában 2 és 7 fok közé süllyed a hőmérséklet. Aztán holnap napközben ez a csapadék tömb egyre inkább a déli területekre korlátozódik, itt számíthatunk majd többfelé esőre, miközben észak felől elkezd szakadozni, csökkenni a felhőzet, egyre többfelé süt majd ki a nap. Ugyanakkor a nap második felében az esti órákban ez a front majd visszahullámozhat az északi területek fölé, így ismét megnövekszik majd ott a felhőzet. Általában 7 és 12 fok közé melegszik fel a levegő, a déli megyékben már a reggeli, délelőtti órákban beáll a maximum, ott onnantól fogva csökkenni kezd majd a hőmérséklet. Sokfelé megélénkül, sőt meg is erősödik az északnyugatira forduló szél, elsősorban a hegyvidéki területeken helyenként viharos erejű széllökések is kifuthatnak. Aztán vasárnap még itt maradt térségünkben a hullámzó frontrendszer, nagyobb eséllyel az ország déli-délkeleti felén számíthatunk csapadékra, és a legfrissebb modellfuttatások alapján a dél-dunántúli területeken válthat majd halmazállapotot a csapadék, havas eső, tapadó hó tehát egyaránt előfordulhat, viszont a pozitív hőmérséklet miatt a hulló hó olvadozni fog majd. Aztán hétfőtől szárazabbra fordul időjárásunk, egyre több felé kisüt majd a nap, és kettől látható, hogy már emelkedni kezd a hőmérséklet, a hét második felében helyenként már akár a 10 fokot is ismételten elérhetjük, viszont láthatjuk, hogy éjszakánként csaknem országszerte fagyni fog. Én ezzel szeretném is megköszönni figyelmeteket, ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok és kövessetek bennünket legközelebb is. Sziasztok!